Köszöntöm Brenzovics Lászlót, a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség elnökét. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok! Elnök úr, 2019 a változások éve volt, vagyis lett volna, mindenki erre várt Kárpátalján, hiszen voltak elnökválasztások, parlamenti választások, mégis eddig nem úgy alakult, ahogy a kárpátai magyarság gondolta. Ön hogyan értékelni a 2019-es esztendőt? Úgy értékelem, hogy valóban voltak remények arra nézvést, hogy az országban viszonylag gyors változások fognak bekövetkezni. És azt hiszem, hogy nem csak a kárpátai magyarság reményei nem teljesedtek be, hanem az ország többségének a reményei sem. Hiszen azért volt ilyen nagy támogatottsága mind Zelenszkij elnök úrnak, mind pedig a neve által fémezett pártnak, hogy az az időszak, ami 2014-től 2019-ig zajlik, az lezárul, és az ország visszatér a normalitásba, és olyan változások történnek, amelyek stabilizálják a helyzetet, és elindul az ország egyfajta konszolidáció fejlődésnek az útján. Azonban jelenleg ez még nem történt meg. A nemzetiségpolitika az nem változott. Igen, ez pedig kulcskérdés, hiszen végül is, hogyha úgy vesszük, az ország belső bajainak egyik fő oka ez a nemzetiségi politika, és az a politika, amely az ellentéteknek a kiéleződéséhez vezetett, és itt kellett volna konszolidálni ezt a helyzetet, és visszatérni oda, ami Ukrajnában békét és stabilitást teremtett volna. Azonban a kulcsfontosságú kérdésekben még nem történtek olyan előrelépések, amelyek ebbe az irányba hatnának, és amelyek ezt a folyamatot visszafordíthatnán tennének. Hiszen a legfontosabb az a háború és a békének a kérdése. Valamennyiünk tudjuk azt, hogy ennek jelenleg egyetlen megoldása van, ez a minszki megállapodásoknak a végrehajtása. Azonban sem az elnöknek, sem pedig a kormánytöbbségnek az álláspontja ezekben a kérdésekben nem egyértelmű. Mint hogy nem egyértelmű az sem, hogy akarnak-e komoly változásokat a nyelvi, oktatási kérdésekben, hiszen az az ígéret, hogy felül fogják vizsgálni a nyelvtörvényt, az jelenleg nem valósult meg. Annak ellenére, hogy jelenleg ugye a nemzetközi nyomás ebben a szempontból egy erősebb, hiszen a Velencei Bizottság egyértelműen kifejezte azt a véleményét, azt az ajánlatát, hogy a nyelvtörvényt, ameddig nem születik meg a kisebbségi nyelvekről szóló törvény, addig ezt fel kell függeszteni. Ezt még sajnos nem látjuk, és mert ez a bizonytalanság és ez a válságos hangulat az országban jelenleg is fennáll. De mire várhatnak az ukrajnai politikusok? Hát szerintem arról van szó, hogy nem eléggé elszántak ebben a kérdésben, hogy a kisebbség, de egy radikális kisebbségnek a véleményével szembe menjenek. Ezt látjuk az élet minden területén. Történt-e változás például az EGAN EDE alapítvány ügyével kapcsolatban? Ezen a kérdésekben nem történt változás. Ezek a perek, vagyis ezek a vizsgálatok, hogy a kisebb intenzitással is továbbra is folynak. Őszintén szóval ezt az egész kérdéskört én abszurdnak tartom, hiszen egyik legnagyobb pozitívuma Kárpátaljának ez az EGAN EDE terv, hiszen nem csak a kárpátai magyarság szempontjából, hanem a megyének a fejlődése szempontjából is, hiszen tudjuk azt, hogy jelenleg a megyénk a gazdasági és egyéb fejlődés területén az utolsó helyen van Ukrajnában. És tudjuk azt, hogy településeknek, járásoknak is a bevétele, a fejlődése igen gyakran a magyarországi támogatásoktól függ. Az elmúlt időszakban mind az egészségügy terén, mind az oktatás terén, gazdaságfejlesztés terén ezek a magyarországi támogatások, ezek igen jelentős szerepet játszanak, és szerintem egy öngyilkos politika ezeket a dolgokat akadályozni. Lassan 2 éve annak, hogy felrobbantották a KMK székházát, a tettesek azonban még mindig a bíróság előtt vannak, és nem ítélték el. Miért lehet az, hogy eddig húzzák? Hát ez minden, azért minden területen így van, hiszen látjuk azt, hogy Ukrajnában több politikai gyilkosság történt, többen akció, amely abszolút törvényellenes, azonban nem látjuk ezeknek a tetteseknek a felelősségre vonását. És egyre több dolog derül ki
Majdanon történt esetben 2014-ben, ez akkor is történtek kihallgatások, és tudják azt, hogy kik voltak azok, akik itten tulajdonképpen gyilkoltak a Majdanon. Azonban a felelősségi vonást ebben a kérdésekben nem látjuk, és ez rendkívül negatívan hat az egész társadalomra, hiszen elbizonytalanítja őket, hogy a törvények uralkodnak a Ukrajnában, vagy pedig vannak olyan személyek, szervezetek, amelyek a törvényen fölülállnak. Az ukrán-magyar viszony kérdését ugye beárnyékolja a nyelvtörvény és az oktatási törvény is, viszont ön több alkalommal említette, hogy nagyon nagy szükség lenne végre egy felsőszintű találkozóra, amikor is találkozhatna a magyar, illetve az ukrán vezetés. Erre sor kerülhet-e? Nyilván sor fog kerülni. Azon, hogy azt gondoltuk, hogy erre hamarabb fog sor kerülni. Magyarország egy igen jelentős gesztust tett azáltal, hogy Ádár János elnök úr eljött Zelenszkij elnök úrnak a beiktatására, ott voltak tárgyalások, amelyen ugye az a megállapodás született, hogy fognak tovább tárgyalni a legfelsőbb szinten, létrehoznak egy olyan bizottságot, amelyek a vitás kérdéseket föltérképezik. Azt hiszem, hogy Ukrajna számára a szomszédos országokkal való kapcsolat az létkérdés. Azonban nem látjuk, hogy ebben előre mozdulás lenne. Reménykedünk azonban abban a következő évben ezek meg fognak történni, hiszen a közös dolgainkat tisztázni kell. Tervben van egy kisebbségi törvény is. Önök hogy állnak ehhez a kérdéshez, illetve bevonták-e ebbe ennek a kidolgozásába önöket? Hát tervben van, azonban még ezzel a kapcsolatban mozgásokat nem látunk. Ugye voltak tárgyalások a oktatási miniszterasszonya. Azonban ő kijelentette, hogy itt változásokra nem számíthatunk, és az is furcsa, hogy kinevezték a nyelvi vezetőt, ugye, aki olyan hangzatos kinyilatkozatot tett, amely azt mutatja, hogy a Poroshenko fajta politika ezekben a kérdésekben sajnos jelenleg még folytatódik. Ugyanakkor teher alatt nő a pálma, hogy tartja a közmondás. Mi az, amit kiemelne a 2019 év sikerei közül? Elsősorban azt, hogy a kárpátai magyarság és szervezetei, intézményei tovább folytatják a munkájukat ebben a rendkívül nehéz körülmények között, hiszen mindent, ami terve volt véve, sikerült nekünk megcsinálni. Tovább folyik az EGÁN-EDE programnak a végrehajtása, működik a főiskola, működik az óvodafejlesztési program, működik a bázisiskoláknak a programja. Megtartottuk a különböző rendezvényeinket, elkészült a Rákóczi szobor. Tehát annak ellenére, hogy ilyen nehéz helyzet van Ukrajnában, tulajdonképpen azokat a terveket, amelyeket magunk elé tűztük, nekünk sikerült végrehajtani, és nap mint nap, az év vége is, vagy évközben is adjuk át azokat a felújított intézményeket, rendelőket, iskolákat, óvodákat, amelyek jelentős mértékben megkönnyítik a kárpátai magyarságnak az életét. És ez egy hatalmas eredmény szerintem, és az azt mutatja, hogy a kárpátai magyarság az él, a kárpátai magyarság az megpróbál ilyen nehéz körülmények között is fejlődni, ami mindenképpen egy elismerésre méltó dolog. Elnök úr, jövőre önkormányzati választások lesznek Ukrajnában. Mit vár a 2020-as évtől? Nem tudom, hogy mi lesz 2020-ban. A 2019-ben is voltak választások. Finoman szóval nem voltak a demokrácia ünnepei. Azt hiszem, hogy Ukrajnában nagyon sok mindenre kell megváltozni ahhoz, hogy visszatérjünk ahhoz a normalitáshoz, hogy a választás az választás, a választás az nem háború, hanem egy olyan lehetőség az állampolgárok számára, kifejezzék az akaratukat, és azokat válasszák meg, akikben megbíznak, akikről el tudják hinni azt, hogy javítani fognak a jelenlegi helyzetet. Bízunk azonban abban, hogy Ukrajna előbb-utóbb visszatér a normalitáshoz, és egy olyan állam jön létre, ahol nem csak szavakban mondják azt, hogy ők európai integrációra törekednek, NATO integrációra törekednek, hiszen mind Európa, mind a NATO az, mint szervezet mellett egyfajta értékközösség is. És a demokrácia, az emberi jogok, a kisebbségi jogok, a nyelvi jogok, ezek beletartoznak ezekbe az értékekbe, és azt hiszem, hogy Ukrajna, hogyha ez visszatér, ezeket elfogadja, akkor lehet csak az országban béke és stabilitás, és akkor lehet valódi európai integráció.
Bízunk abban, hogy a nép már egyszer kifejezte ez irányú akaratát, ezt a megválasztott személyek jelenleg még végrehajtani nem tudták, azonban reménykedjük abban, hogy a következő év ebből a szempontból eredményeket hoz. Legyen így. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Részemről a szerencsét.